Köszönöm. Én is tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit, meghívott vendégeket. Ajkáról annyit kívánok elmondani, hogy Ajkán több mint 30 ezer ember él, 15 ezer munkahelyen rendelkezik egy fejlődő, erős kisváros, és a sporttal kapcsolatos álláspontunkat pedig az határozza meg, hogy mi azt tartjuk, hogy mi a magyar városok sorában, annak a hierarchiájában a második helyet foglaljuk el. Tehát Budapest az nagyon egyedi, ugye azt ki kell vennünk ebből a sorból, megyeszékhelyek tartoznak az első sorba, és Ajka a ilyen értelemben a második sorban foglal helyet. Ezt azért tartom fontosnak így említeni, mert ebből vezettük le a mi a sporttal és a szabadidővel kapcsolatos törekvésünket. Tehát mi azt tartjuk helyesnek, ha a magyar bajnokságokban a második osztályt célozzuk meg, a második osztályban szerepelnek a versenyzőink, és ehhez szükséges a létesítményeket, a feltételeket megteremteni. Így van ez minden sportággal is. Ugye jelen esetben most a jégkorongról és a ezzel kapcsolatos sportolási lehetőségekről beszélünk. Itt is az a célunk, hogy a második osztályban szerepeljenek a mi versenyzői. Egyéb tekintetben is valahol így állunk, bár a labdarúgás az most éppen a harmadik osztályban van, de a létesítményeink a másodosztálynak felelnek meg. Így van a női kosárlabdában, ahol NB1-B-s csapatunk van, és most épül a kosárlabdacsarnokunk, és a férfi kézilabdában is hasonló a helyzet, ott is olyan létesítményekkel rendelkezünk, ami a férfi csapatnak az NB1-B-s szerepléséhez szükséges. És hasonlóan, ahogy ezt a beruházást tervezzük, már megvalósítottunk egy másik beruházást, a városi uszodát, ahol az úszás és a vízilabda sportot művelik a fiatalok, ott is az a célunk, hogy a másodosztályban szerepeljünk. Ajka olyan értelemben erős város, hogy itt a GDP-nek az 1%-át, tehát a magyar GDP-nek az 1%-át állítják elő, és az itteni vállalatokkal, foglalkoztatókkal, város önkormányzatának nagyon jó a kapcsolata. A jégcsarnok beruházásában is számítunk a ajkai vállalatok segítségére, akik már kifejezték segítő szándékukat. Hallgassuk meg a beruházás ismertetését. Üdvözlök én is mindenkit. Pár mondatban beszélnék magáról a Jégkorong Klubról is, illetve egy pár mondatban a beruházásról. Lényeg az, hogy az Ajka Sport Kft. Által működtetett Ajkaújulások Jégkorong Klub 2015 tavaszán alakult. A jégcsarnok megépítéséig évente lehetőségünk nyílt egy 40 méter x 20 méteres sátras jégpálya bérlésével, 6 hónapon keresztül napi rendszerességgel edzéseket, foglalkozásokat tartani. Elkezdtünk egy óviskolai oktatás, melynek keretében évről évre 220-250 nagycsoportos óvodás tanult megkorcsolyázni. 2,5 éve alatt elértük azt, hogy 70-80 gyerek napi rendszerességgel jár hoki, illetve kori edzésre. A gyerekek ennek következtében három versenyző korosztályunk van, U8, U10 és U12-es korosztály. A gyerekekkel három edző foglalkozik jelenleg, a Bece Zoltán, a Dorsa Dávid és a Bakos Gábor, mindhárom edző a Székesfehérvári Jégkorong Klubban nevelkedett és játszott. A klub további célja, hogy évről évre újabb korosztályt indítson a Magyar Jégkorong Szövetség versenyrendszerében, ezáltal tudjuk biztosítani a gyermekek további szakmai fejlődését, és így elérhetővé válhat 2020 után, hogy Ajka városának esetleg egy felnőtt jégkorong csapata is legyen. Az óviskorit, illetve az általános iskolák bevonását tovább szeretnénk folytatni, így el tudunk azt is érni, hogy a gyerekek Ajkán minél jobban megismerik és akár megszeressék a jégkorongot, illetve a korcsolyázást. Maga a beruházásról egy pár mondatot. A kivitelező az az AVÉP Ajka építőipari Kft. Lett. A beruházás nettó költsége 1 milliárd 420 millió 516.531 forint lesz. Maga a beruházás a volt bányás sporttelepen valósul meg. A beruházás kezdete az 2017. szeptemberében kezdődik el, ha minden jól megy a jövő folyamán.
és a tervezett beruházás pedig 2018. augusztus 31-e. Maga az új jégcsarnoknak a küzdőtere az 28 méter x 58 méteres lesz, a nettó alapterülete pedig 4024 négyzetméter. Maga az épület elsősorban jégkorong edzések, mérkőzések, tornák lebonyítására szolgál, viszont lehetőség van egyéb rendezvények megtartására is. A tervezett befogadó képesség maximum 1000 fő. A jégcsarnok kétszintes lesz, a földszinten az épület mindkét hosszanti oldalán egy 4-4 szociális blokk fog kiépülni a sportolók számára, ezen kívül orvosi szoba, edzői öltöző, bírói öltöző, porta, pénztár, mobil ruhatár, büfé, vizes blokk, valamint biztonsági technikai helységeknek alakítanak ki helységeket. Az emeleten lelátó kerül kialakításra, ahol 328 ülőhely biztosításával oldjuk ezt meg. Az emeleten irodahelység, illetve egyéb szükséges technikai közvetítő helyiségek lesznek kialakítva. Emellett a kiviteli tervek tartalmazzák a környezetrendezést, a közlekedési kapcsolatok, így az utak, járdák, térbukkolatok kialakítását. Ennek megfelelően 68 személyi kocsi parkolóhely valósul meg kiépítése, illetve a követelménynek megfelelően 4 darab autóbusz és további 35 személyi kocsi várakozóhely lesz kialakítva. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani a jégcsarnokkal kapcsolatosan. Köszönöm szépen! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a Sportváros Nonprofit Kft. Nevében. A Sportváros Nonprofit Kft. Fogja az elkészült jégcsarnokot üzemeltetni. Azt kell, hogy itt megjegyezzem, hogy tudatosan próbálunk készülni ennek a csarnoknak az üzemeltetésére, hiszen ahogy a Gergő is mondta és említette, most már az elmúlt két évben egy 20-40 méteres mobil jégpályát üzemeltettünk, és próbáltunk azon különböző rendezvényeket tartani, és az idei év itt egy áttörést fog hozni, hisz ebben az évben egy 55x25 méteres pályát fogunk felállítani, ami egyelőre még egy mobil jégpályaként fog üzemelni, de ez már majdnem akkora méretű versenyfelülettel fog bírni és rendelkezni, mint a majd jövő augusztusra elkészülő nagy jégcsarnokunk. Terveink szerint természetesen itt nagyon érzékenyek leszünk a költségekre, mint humán erőforrás oldalról, mint pedig energia oldalról, és éppen ezért nagy hangsúlyt fogunk helyezni az üzemeltetés során az egyéb rendezvényekből várható bevételekre. Természetesen a terveink szerint a legfőbb súlyt, ahogy Gergő is említette, a jégkorong sport fogja kapni ebben a létesítményben, de természetesen számítunk, és nagyon sok ajkai lakosnak szeretnénk közkorcsolya időt biztosítani, valamint szeretnénk meghonosítani a jégtáncot, és hogyha erre lesz igény, akkor a curlinget és a rövidpályás gyorskorcsolya sportot is. Nyáron várhatóan lesz jégmentes felület is, vagy az is majd a rendelkezésünkre fog állni. Itt egy nagy zárt térben akár színházi vagy kulturális eseményeket is, nagy rendezvénycsarnokként is fogjuk tudni használni ezt a jégcsarnokot. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. Én is szeretnék köszönteni mindenkit ezen a neves napon, hiszen azt gondolom, hogy kevesen gondolták az két éve, amikor elkezdtük ezt a csapatot, hogy két év múlva itt fogunk ülni és jégpályaépítésről beszélgetünk. Azt gondolom, hogy példaértékű város részről, amit véghez vitt és véghez fog vinni, hiszen tudjuk azt, hogy az országban komoly csapatok, komoly városok nem tudnak pályát építeni, és csapatok szűnnek meg, most Debrecenben, nem tudom, mennyire hallottátok, hogy egy profi csapat megszűnt. Egy ilyen komoly város nem tudta ellátni a csapatot, és meg kell szűnni, úgyhogy már le volt szerződtetve 20 játékos. Úgyhogy sajnos azért vannak gondok a jégkorongban is, meg mindenhol máshol a magyar sportban, de szerencsére most ez a komoly létesítmény itt fog készülni a úgymond Nyugat-Magyarország szívében, úgyhogy bízom benne, hogy környékből mindenki le fog járni hozzánk, és tudjuk a jégkorongot népszerűsíteni. Veszprémben is már azt hiszem több mint 5 éve próbálkoznak nagy pályával, és nem tudják összehozni, úgyhogy Ajka egy kisebb város, jól tudom, és mégis ezt sikerül megvalósítani, úgyhogy tényleg a kalappal a város előtt, mert sok megyeszékhely nincsen fedett jégpálya, úgyhogy egy ilyen kisvárosnak egy ilyen pályát építeni mindenképpen nagy dolog, úgyhogy
szerencsére a csapat nagyon fejlődik, a szövetség szinten is elismerik a munkáját. Most idén már közel háromszoros társasági adó pénzt fogunk kapni, vagy kaptunk a üzemelésre. Ez mindenképpen nagy dolog. Ez az is mutatja azt is, hogy a csapat fejlődik, és elismerik a munkáját a Jégkorong Szövetségbe. Úgyhogy tényleg sok sikert kívánok, és nagyon várom akkor a jövő évi megnyitót majd. Reméljük, hogy minden rendben lesz, és országnak egy legszebb jégpálya fog épülni. Mert a Fejvár ez majd csak most fog majd kezdeni valamikor, az is nagyon szép lesz, de ez is nagy dolog, hogy ahol már 20-30 éve jégkorong van, most Fejváron fog később elkészülni a jégpálya, és itt meg Ajkán még előbb. Úgyhogy még egyszer gratulálok itt a városnak ez a szép sikerhez. Igen, tehát elhangzott Palkovics Krisztián szájából, hogy milyen nagy dolog, hogy Ajka, mint egy kisváros, egy ekkora létesítményt tud létrehozni. Egy 1,5 milliárdos beruházásról van szó, és én szeretném megköszönni mindazoknak, akik ennek az előkészítésében közreműködtek. Ugye a Magyar Jégkorong Szövetség, aki hát megszavazta számunkra a TAO lehetőséget, ugye a társasági adó felhasználást, azoknak a vállalatoknak, akik ezt biztosították, ugye több is van, de a Poppe Potthoffot szeretném kiemelni, hiszen a legnagyobb arányban járul hozzá a beruházáshoz. Szeretném megköszönni a munkatársaimnak, akik itt egy nappal át éve dolgoztak ezen a projekten, ugye Somogyi Márta és Vencel Antal irodavezető úr, Dukál László ügyvezető igazgató úr a kivitelező részéről, és a két közvetlenül mellettem ülő kollégámnak, Pákai Gergőnek, a 2005 Kft. Ügyvezető igazgatójának, és Geri Gyula, a Sportváros Kft. Ügyvezetőjének. És a végére hagytam, de mindannyiunk nevében megköszönöm Palkovics Krisztiánnak, aki hát ugye úgy nyilatkozott, hogy 2 év alatt ez tényleg milyen rendkívüli eredmény, hogy egy ilyen létesítményhez hozzá tudunk kezdeni. Hát a Krisztián nélkül ugye ezt nem tudtuk volna megvalósítani, ugye Krisztián az Ajkai Óriások arca, reklám arca, ő a mi húzó emberünk, és mind a Magyar Jégkorong Szövetségnél, mind a közönségnél, ugye a férfi-női közönséget is egyaránt említhetjük, ő húzó embernek számít, és a Krisztiánt szeretnénk hosszú távon is beágyazni ebbe a már embereket hívő arca maradhasson a csapatnak, és kérünk is, hogy itt a további fenntartási kérdésekben is legyél a segítségünkre, hiszen ugye az nagy dolog, hogy most már szinte minden ajkai kisgyerek, ugye a Krisztián szeretné utolérni a 223 válogatottságával, hát ha ezt megéred, ha valaki utolér, akkor gratulálni is fogunk neked még egyszer. De most egyelőre köszönjük az eddigi segítségét, és kérem önöket, meg a résztvevőket, hogy lesznek még itt rendezendő feladatok, hiszen nem egyszerű egy ilyen beruházást lebonyolítani, az sem lesz egyszerű, hogy ezt fent tudjuk tartani, de mindez szolgálja az itt élő és a környező települések lakosságának az érdekét, és azt gondolom, hogy ilyen értelemben jó úton járunk, hiszen számtalan felmérésünk, a gyerekek és a felnőttek megnyilatkozása azt mutatja, hogy erre nagy igény van, és szívesen várják és veszik ennek a beruházásnak a létrejöttét.